Az, hogy vasárnap este nem volt baj, az annak köszönhető, hogy valamilyen úton, módon nem volt meg ez a kemény mag. Viszont ez a kemény mag a tegnapi nap folyamán késő este összeszerveződött, és egyszerűen ők nem csak hogy tiltakozni akartak, nem elsősorban tiltakozni akartak, hanem balhét akartak. Én azt gondolom, hogy itt kezdett félresiklani az egész rendőri intézkedés. Tarjányi Péter, a készenléti rendőrség volt kommandósa, szakértőként azt mondja, nem az a fontos, hogy egy rendőr mit tud, hanem hogy csapat erőben hogyan hajtja végre a feladatot. Ezt viszont a vezetőik szabják meg, vagyis minden az irányításon múlik. A rendőri oldalon voltak utasítások, tehát ez meggyőződésem, amely nyilvánvalóan arra irányult, hogy ne lépjenek fel agresszívan. Viszont van egy pont, amin túl a rendőrségnek kötelessége lépni. Én azt gondolom, hogy azon a ponton a tüntetők jó része átlépett, és ezt a rendőrség nem követte nyomon, hanem továbbra is passzívan maradt. Ez azért rossz, mert ez kvázi bátorításként fogták fel. A rendőrök óriási pszichés nyomás alatt álltak egész éjjel. Kiképzésük alatt egyébként megtanulják, hogyan fogják vissza magukat, ha mocskolódó megjegyzésekkel vagy fizikai támadással kerülnek szembe. Ha a vandálok támadását megelőzően már a szurkolói maggal szembeni taktikát tervezték volna, más a rendőrök felszerelése is. A felvételeken azonban nem ez látszik. Eleve az, hogy a rendőrök egy részén, tehát hogyha megnézik a felvételeket, jól látszódik, hogy nem egységes volt a felszerelés, a testpáncél. Mindenfajta olyan technikai eszközzel egyébként egyéni felszerelés oldalról a rendőrök rendelkeznek. Tehát az, hogy mégsem volt itt a téren a megfelelő felszerelés, az annak köszönhető, amit előbb említettem, hogy nem tudták, hogy itt kikkel fognak találkozni. Mire megtudták, addigra több mint 100 rendőr megsérült, mert többen is például rohamsisak helyett csak a rendőrségi egyenbaseball sapkát viselték. Így sok a fejsérülés.